Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. A mai nap az alapnavigálás a könyvtárak között, könyvtár létrehozása, törlése, illetve alapfájműveletekkel fogunk eltölteni egy kis időt. Miért? Mert ezt ismerni kell. Nem azért, mert nincs grafikus, vagy esetleg terminálos és grafikus felülethez nagyon-nagyon hasonló, nagyon jó minőségű, nagyon gyors, nagyon professzionális fájkezelő, amivel te tudnál dolgozni. Azért kell ezeket megtanulni, mert ha komolyabb gond van a gépeddel, nem indul el a grafikus felület, akkor bizony kellemetlen helyzetbe kerülsz. A másik természetesen az, hogy ezek az alapparancsok nem csak arra valók, alapesetben arra valók természetesen, hogy te a terminálba dolgozzál, de hogyha a scriptet akarsz írni, vagy egy leírást olvasol, azért jó lenne, hogyha ezeket ismernéd, hogy mit jelentenek, és a scriptbe, ha más írta meg, hogy ezek a parancsok mit jelentenek, illetve természetesen a leírást olvasod, és jó jött látsz, hogy CD vagy MKDIR, akkor tudd már, hogy miket jelentenek. De előtte mindenkit arra kérek, hogy 3 darab programot tegyen fel a gépére. Az egyik az MC, a másik az MC Edit, a harmadik pedig a Nano. Az MC az egy grafikus, terminálos, de úgy néz ki, mintha grafikus lenne, kétpanelos fájkezelő. Ez mindenképp alapesetben pakolt fel telepítés pillanatába a gépedre, mert ilyen esetben hát nagyon-nagyon nagy hasznát tudod venni, ha éppen nem indul a grafikus felületed, vagy nem indul el a grafikus fájkezelési rendszered, nagyon meg tudja kényelmesíteni az életedet baj esetén. Nyilván nem akkor van, hát hogy is mondjam, nagy haszna, amikor hát éppen van 3 grafikus és nagyon professzionális fájkezelő a gépeden, és azokat tudod használni, hanem akkor, amikor balhé van. Az MC Edit ennek a tesója, az editáló, tehát az írás, a szövegszerkesztés segítő, grafikusabb megoldás, illetve ennek a tesója, konkurenciája, hogy pontosabb legyek, a Nano. Hogy te az MC Editet vagy a Nanót használod, vagy esetleg mást, az teljesen mindegy nekem. Azt használd, amit szeretsz. Én mind a kettőt használom, mind a kettőt szeretem, mind a kettőt alapból felteszem a gépemre, az összes olyan gépre, amit én tartok karban, vagy én szoktam hozzányúlni, ezeket alapból felrakom, mert grafikus, kinézetű, jól kezelhető, villámgyors, szövegszerkesztő. Természetesen nem egy LibreOffice vagy egy Subtext, tehát ne ilyesmire gondoljatok, ennél egy kicsit szerényebb, de igencsak kellemetes. És itt szeretnék kitérni arra, hogy sok hát kezdőknek szóló terminálos hát előadás, beszélgetés vagy videóban láttam azt, hogy a VIM-et vagy hozzá hasonló annak valamilyen forkját szokták ajánlgatni. Én tudom, hogy hát az olyan jól hangzik, hogy a VIM-mel szerkeztek én valamit, a professzionális felhasználók biztos, hogy azt fogják használni jó esetben, de egy kezdőnek nem biztos, hogy egy full extrás, nagyon-nagyon jó, de igazából billentyű kombinációkkal működő szövegszerkesztővel kéne alapesetben megismerkedni. Én ezért javaslom, hogy az MC Editet és a Nanót tegyétek fel. Ahogy látjátok, az én terminálom meg van nyitva, illetve azt is látjátok, hogy a Magyar Archot raktam fel, én ezt használom, ezt szeretem, ezt a disztribúciót, de teljesen mindegy, hogy melyiket rakod fel, minden terminálba, minden disztribúcióba ezek a dolgok hasonlóképpen működnek, és azért szerettem volna kitérni arra, hogy a Magyar Arch Linux van fent, mert ott tudva levőleg a VFM az, ami alapesetben felkerül egy olyan terminálos eszköz, ami hát egy picit segíti a navigálást, egyéb fájműveleteket. Én ezzel a későbbiek folyamán talán fogok foglalkozni, de jelen esetben hát éppen hanyagolnám, mert ez se egy igazán kezdőbarát. Tehát aki először megnyitotta a terminált, azért nézzük meg, hogy az MC az így néz ki, tehát egy egészen kulturáltan kinéző, kényelmesen navigálható eszköz billentyűket, leföl billentyűket nyomogatva szépen el tudsz jutni oda, ahova akarsz, F7-essel
Itt lehet látni egyébként új könyvtárat, csinálsz F8-assal, törölsz, F9-szel előhozod a főmenüt, rengeteg, 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 meg még azon kívüli funkciói is vannak, azaz egy kényelmes dolog, és nagyon-nagyon elterjedt ez egyébként a Norton Commander, ez hasonló, bár szerintem sokan már nem emlékeznek, de aki a DOS-szal dolgozott, és sikerült annól megszerezni a Norton Commandert, örültünk neki, hogy micsoda szuper, na hát biztos, hogy szép emlékeket ébreszt ez a kis eszköz. Lényeg, ez egy ilyen, de nézzük meg a VFM-et, ami igazán jól néz ki, azért ugye azért villámgyorsan, és működik, nem azt mondom, véletlenül se azt mondom, hogy ezek nem azok az eszközök, amik számunkra nagyon-nagyon fontosak. Nézzünk is meg benne valamit, amiben van valamilyen szöveges dolog, nézzük meg, látjátok, milyen szépen egy szöveges dolgot megjelenít. Tehát egy kényelmes, jól használható eszköz, de a másolások, ide-oda, mozgatások és egyéb fájműveletekhez ez is gyors billentyűket használ, egyszerűeket, tanulhatókat, de én azt mondom, hogy azért ez az F7 könyvtárat csinál, F8 töröl, F5 másol, F6 mozgat, megszokott billentyű kombinációk, az MC-nél lényegesen egyszerűbbek. Egyébként, amit itt láttok, az a Nanónak a szerkesztője, tehát már meg sem nyitom a Nano szerkesztőjét, úgyhogy bemutassam, hogy ő a Nano szerkesztője, hiszen látjátok, kiírja szépen, hogy megnyomod a Ctrl-t és X-el kilépsz. Azaz, vegyük észre azt, hogy ezek az eszközök jók, de nem 100%-ok, hogy egy VIM-mel, egy szövegszerkesztővel, vagy a VFM-mel kellene egy kezdőnek, hát hogy is mondjam, alapesetben elindulnia, hanem egy kicsit kényelmesebb dolgokkal, illetve természetesen az alapparancsok megismerésével. Ne menjünk is tovább! Első körben ismerkedjünk meg az alapparancsokkal. Mivel az előbb említettem, hogy az Alacrity nevű kis terminál emulátort fogom használni, miért? Mert ezt nagyon-nagyon megkedveltem, de van itt két hiba. Nem hiba, csak engem zavar. Alapesetben a beállítása, hát legalábbis nálam, mivel hogy a Picomot, egy kompozitort ezen próbálgattam ki, mert nagyon szépen működik vele. Na, lényeg az, hogy átlátszik a háttér, ez engem iszonyatosan zavar, illetve nagyon picik ezek a betűk. Hát ebbe dinamikusan nem tudom a betűméretet változtatni, mint az XFCE terminálba, amit múltkoriban ha nézegettünk, illetve azt használtam, így bizony kénytelen vagyok első körben szerkeszteni a konfigurációs fájt. Nagyon-nagyon érdekes kérdés az, hogy miért nem csináltam meg előtte, és miért nem készültem föl. Felkészültem. Megmondom, miért szeretném ezt itt előttetek megcsinálni, hogy lássátok, egy terminálos munkában egy akármilyen, hát ismert, hiszen tudjuk, hogy hol kell szerkeszteni az adott beállítófájt, szerkesztése nem egy agyműtét, hanem nagyon-nagyon kényelmesen használható dolog. Hogyan fogunk valamit szerkeszteni? Megadjuk a szerkesztő program nevét, meg megadjuk a fájt, amit szerkeszteni szeretnénk, annak az elérési útját. Az elérési utakkal ma még egy kicsit, nem is kicsit, sokat fogunk foglalkozni, sok apró információ lesz. Azaz, kezdjünk el szerkeszteni. Odalapoztam, mivel hogy a felfele billentyűvel, a felfele nyilacskával lapozni tudok a történetbe, és hát kipróbáltam, hogy működik-e a dolog, és odalapoztam a parancshoz, látható Nano és az elérési út. Figyeljétek meg, hogy az elérési út elején, végén ott van jelen pillanatban, de a beszélgetés végére már tudjátok, hogy mikor kell használni, kettő darab, egyes idézőjel, az ott fölösleges, de én megszokásból begépeltem oda, mert nekem ez a megszokás, hogy így szeretem. Na, de a később megbeszéljük, hogy ez mit jelent. Elindítjuk a Nanót, és megjelenik az a fájl, aminek az elérési útját megadtuk, hogy mi az az elérési útja, az nyilvánvalóan minden eszköznek, minden programnak a leírásába ott fog lenni. Mi az, ami bennünket zavar? Megnézzük, hogy a background,
átlátszóság 0-8-ra van állítva, a leírás szerint az 1-es azért számunkra jó. Oké, változtattunk valamit, hát bizony, mit kellene csinálni, hát lementeni ezt az adott fájt. Két lehetőségünk van, vagy kilépünk, akkor rákérdez, hogy hát mentené, de igazándiból ezt, amit te itten változtattál, vagy a kiíratás, itt így hívják a mentést, a kiíratást használjuk, ez a kis kalapocska jel, azt jelenti, hogy a kontroll billentyűt kell lenyomni, meg az O betűt, és megkérdez, hogy ebbe akarod menteni, hát vagy hozzáfűz elejére beszúrás, biztonsági fájmentést tudsz csinálni, DOS, Mac, meg egyéb formátumban is menteni is tudsz, de nekünk ilyesmi nem kell, és akkor leenterezzük, hogy mentés ebbe a fájba, ja, enter, és látható rögtön reáltányba megtörtént a változás, nem mindegyik program ilyen intelligens, hogy azonnal a változást beolvassa és látni, de ez alakulati ilyen kellemes. A másik problémám az, hogy ezek a betűk igencsak kicsik, így bizony megkeressük a betűméretet, szépen odalapozunk, hogy hol lehet olyasmi, hogy betűméret, és egy kicsit följebb az egérgörgővel lehet lapozgatni, nem csak a leföl nyilacskát lehet használni, azaz bármelyik olyasmi jó neked, ami a kézre áll. Nekem éppen az előbb a kezem a egérnél volt, és azért a görgővel lapozgattam, size, hát bizony, legyen a size azért 20-as, jó, ami biztos, oké, nincs más méretbeállítás, a betű típus nem fogom megváltoztatni, most már mindenki tudja, hogy Ctrl-O-val le fogom menteni, és meg is ugrott a betűméret. Na hát ebből hogyan tudunk kimenekülni? Hát úgy nem, hogy bevágjuk az ajtót, és becsukjuk a terminált. Előfordul, hogyha valaki nem tud kilépni valamiből, és a terminált becsukja, és akkor aztán, hát kényelmesen kilép, de nem a legetikusabban. Nem szokjuk meg ezt a fals dolgot. Minden programból ki lehet lépni billentyű kombinációval, vagy többféle billentyű lenyomásával, mindegyik más, de hát itt elég intelligensen kéri azt, hogy kalapocska, X az a kilépés, hát a Ctrl és az X megnyomásával kiléptünk. Ennyi agysebészet? Csináltunk olyat, amit mondjuk a Subtextbe, vagy a K-editbe, vagy a LibreOffice-ban nem tudtál volna megcsinálni, mármint úgy, hogy újdonság, hű, de nagy újdonság, nem. Gyors billentyűkkel tudsz menteni, akármilyen funkciót elérni, meg pluszba természetesen hát föl lelapozgatsz és átírogatod azt, amit kell. Nem volt semmi nehézség, igaz? Valljuk be, nem volt semmi nehézség. Megnyomtam egy nagyítást, hogy az egész képernyőt, monitort kinagyítsa, veszi remélhetőleg a felvevő program, és nagyobbak a betűk, ez volt az elvárás, ezt csináltuk, ezt szerettük volna elérni. Ahogy látni, a terminál megnyitásakor hova kerülünk, ezt nagyon-nagyon-nagyon jegyezzétek meg. Az alap terminál megnyitásakor általában a saját könyvtárodba fogsz belépni, és ott nyílik meg a terminál. Későbbiekben kitérek rá, hogy ezt hogyan lehet egy kicsit cifrázni. Hogyan tudom, hogy a saját könyvtáromba vagyok? Itt van ez a hullámjel. Erre mindenképp figyeljetek, hogy mindig tudjátok, kik vagytok, milyen felhasználói névvel jogosultsággal jelentkeztek be, és hol végzitek el a munkát. Oké, amit nagyon érdemes tudni, hogy a Linux alatt, meg egyéb operációs rendszerek alatt intelligens megoldást kapsz arra, hogy a fájlokat, a könyvtárakat hogyan helyezik el. Ez egy úgynevezett fa struktúra, azaz olyan, mint a fa. Van egy törzse, van egy fő könyvtár, és abban vannak az alkönyvtárak. Az alkönyvtárakban vannak a következő alkönyvtárak, meg a következő alkönyvtárakban vannak a következő alkönyvtárak. Tehát mint egy vasúti sín, ahol van egy csomó váltó,
úgy kell elképzelni a könyvtár szerkezetet. Ha a könyvtár szerkezetre vagy kíváncsi, akkor a meglepő nevű tré, azaz tré parancsol, ki tudod listáztatni a könyvtár szerkezetet fal struktúrába. Hát az eléggé durván, szépen kilistázta nekem a dolgaimat. Ennek örömére megtanultuk már, hogy CD parancsal tudunk könyvtárat váltani, és belépünk a videó könyvtárunkba, amiben a most éppen a rögzítés is meg egyéb, belépek, és kiadom a tre parancsot, és begépelem, nem hívtam elő a historiából, azaz nem nyomtam meg a felfele tartó kis gombot, felfele tartó kis nyilacskát, tre, és akkor entereztem, és látható, könyvtárján fa szerkezetben van a videók, könyvtárban van egy alapkönyvtár, egy-kettő fájl, audio, alkönyvtár, és utána van egy csomó fájl, és utána meg ott van a másik alkönyvtár, amiben van például egy fájlunk. Azaz figyeljük meg, hogy valóban egy ilyen fa struktúrába kerül elő. Ha te ezt a tre programot, a fa programot, ennek a kirajzoltatását egy kicsit variálni akarod, vagy hát sokat használni, én nem szoktam használni ezt a programot, de igazából, ha többet szeretnéd használni, és meg akarod ismerni, milyen lehetőségeid vannak, azt hiszem, senkinek nem okoz gondot, tre, és kötőjel, help. És lekéred a helpet. Látható, szintén a terminálba hogyan léptetünk. Hát első körben lehet léptetni úgy, hogy a fölle billentyűket nyomkodod, de az nem működik, hanem kényelmesebb úgy, hogyha görgeted az egér görgőjét egyik irányba, és a másik irányba, és eljutsz odáig, ahol szeretnéd olvasni, és elkezded olvasni, hogy mit szeretnél kilistáztatni, azaz, hogyha beírod, hogy tre és kötőjel D, akkor csak a könyvtárakat fogja kilistázni. Itt szépen el lehet dönteni, hogy számodra mi a fontos, mi az érdekes. Azaz, fogadjuk el, hogy fa struktúrában főkönyvtár, alkönyvtárak vannak, benne fájlok, meg alkönyvtárak. Ez a lényege, hogy így tudod a főkönyvtárból be kell lépni az alkönyvtárba, az alkönyvtár alkönyvtárába, meg a következő könyvtárba. Azaz nem úgy működik a dolog, hogy te ide-oda ugrálsz, hanem ezen a váltórendszeren végig kell menni. A navigálás a CD parancsal történik. Nyilvánvalóan, hogyha van a videók könyvtár, abba láttuk, hogy vannak alkönyvtárak. Atyaég! Vannak alkönyvtárok, de hát megint a trét, hadd ne nyomjam meg, hát nézzük meg, hogy milyen alkönyvtárok, milyen fájlok vannak benne. Nyilvánvalóan már mindenki sejti, hogy az les meg. Én így jegyeztem meg. Les parancsal le tudom hívni a könyvtárba lévő dolgokat. Les, látható, hogy van egy alap, egy audio, KDN Live-nak a renderelési könyvtára, meg a tétlesz, tehát a címek, címfeliratok, a KDN Live-nak, a címfelirataiknak a könyvtára. Lépjünk be most, hát próbaként az alap könyvtárba, CD, és beírom, hogy A, és kiírja, hogy alap, audio, hát lépjünk be az alapba, tabbal léptettem tovább. Tehát ha rám hallgattatok, megnézzétek, hogy a bas vagy az ESH-nak ez az automata kiegészítő eszköze fent van-e a gépeden, és ha nincs, akkor feltelepíted, akkor ezt a kényelmi funkciót, az autókomplettet meg fogod kapni. CD alap, tehát lépj be az alap könyvtárba, be is írhattad volna, hogy CD, üres hely, nagy A, L, A, P, és akkor leenterezed, és beléptünk. Látható, hogy beléptünk, mert saját könyvtár videók, na hát ebben beléptük, az előbb most meg az alapba, megint lessük meg LS-sel a könyvtárakat, hát ebben nincs alkönyvtár, ebben két darab fájlt fogsz megtalálni. Alapesetben természetesen minden fekete-fehér, illetve a terminálodnak megfelelő beállítású
kétszínű, de én azt mondom, hogy ha van lehetőséged, hát a saját gépeden természetesen van, és hogyha a ZSH-t használsz meg annak a kiegészítőit, jó eséllyel a színezett dolgokat fogod megkapni, és kényelmesebben tudsz vele dolgozni. Azaz benavigáltunk egy alkönyvtárba, ami alapesetben, hát ahol megindul, ahol van, onnan az alkönyvtárakba be tudod léptetni magad az alkönyvtár nevének a beírásával, illetve a tab megnyomásával ki tudod választani az alkönyvtárakat. Ha csak simán ebben az al-al könyvtárban megnyomod, hogy CD, akkor mi történik? Iszonyatosan okos, bedob téged a saját home könyvtárodba. Nézzünk is bele, hogy ebbe a home könyvtárba mi van. Lessük meg, eles, és hát látható, hogy azért pár darab alkönyvtáron van, meg egy darab file. Itt valami nem stimmel, itt ebbe a könyvtárba saját tudomásom szerint több rejtett file is van, ami pöttyel kezdődik, pont, és a fájl neve, pont, vagy könyvtár neve a rejtett könyvtárat, azaz olyan könyvtárat, amit alapnézési módban nem fog előlistázni sem a fájlkezelőd, sem pedig természetesen az alapparancsori parancsok, de hát ezen majd változtatni fogunk. Azaz a CD nagyon szépen működik. Lépjünk vissza a videó könyvtárba, megnyomom a V betűt, tab, mivel egy darab V betűs könyvtár van, értelemszerűen megtalálta a videókat. Beléptünk, és utána megint megnyomom a CD-t, tab, és belépünk az alap könyvtárba. Nem, legyen most az audio könyvtár, jó, hogy nem mindig ugyanaz. Beléptünk, miért léptünk vissza egy al-al könyvtárba? Azért, mert szeretnék mást is megmutatni, hogyan lehet visszamenni egy könyvtárat, illetve több könyvtárat a fa struktúrába. Ott persze beütött, hogy CD, na nem, megnyomtam a space-t, hát most visszavesszük, CD, és utána kettő pont, és visszalépett. Tehát az audio alkönyvtárból a fölötte lévő szülő könyvtárába, a videókba ugrott. Most jelen pillanatban videók alkönyvtárba vagyunk, de mi szeretnénk nem egy a saját könyvtár, hanem egyel fölötte lévő könyvtárba is belépni. Tehát a CD 2 pont az a következő könyvtár, tehát a szülő könyvtárba lépted be, ha pedig beütöd, hogy CD space 1, 2, 3 pont, akkor egyel följebb lépted bennünket, nem a szülőkönyvtár, hanem a szülőkönyvtár szülőkönyvtárába, a home könyvtárba kerültünk bele. A home könyvtárba van a Laci könyvtár, ami a videóknak a szülőkönyvtára volt. Azaz CD space üres hely 2.1-et ugrik fölfele, 15 pont, 14-jel följebb könyvtárat fog megjeleníteni. Oké, ez nem olyan nagy trükk, mert hát valljuk be, hogy azt, hogy nekem van egy 15 alkönyvtár mélységű szerkezetem, könyvtár szerkezetem, és abból a 13. könyvtár fölöttem mi, és pont abba akarok belépni, az nem annyira izgalmas, de a 2.3.4 pont, tehát 1-jel, 2-vel vagy 3-mal léptessünk fölfele, az azért még működik, főleg akkor, hogyha itt szépen kis van írva az egész sor, hogy hol vagyunk. Egyébként, hogy az, hogy hol vagyunk, az mindig legyen bent a prompt sorodba, mert az a legkényelmesebb, de hogyha még sincs bent, vagy olyan hosszú, hogy már nem igazodsz el, hogy hol vagy, akkor beírod a PVD, és kiírja, hogy melyik könyvtárba vagy. Ennyi. Tehát a gyökértől kiírja a fő legfőjebb könyvtártól, kiírja az egész hosszú elérési utat, amiben te éppen tartózkodsz. Tehát nem fogsz eltéverni, ennek ellenére, hogy a PVD-vel ki tudsz iratni akármilyen ilyen okosságot, a promptba, azaz a terminálos parancsor első blokkjába, légy szíves mindig úgy összeállítani, alapesetben így van egyébként mindenhol, úgy összeállítani, illetve nem átvariálni, hogy tudd, hogy hol tartózkodsz, hiszen egy parancs nem mindegy, hogy hol
fog neked lefutni az adott könyvtárba. Egy parancs futási helye sokszor fontos, például törlésnél. Azt is meg tudod csinálni természetesen, hogy a CD után nem egy könyvtárat írsz be, hanem jó hosszú. Tehát beírod, hogy home per Laci per videók per audio. Be tudod írni, és akkor nem egy könyvtárat ugrik előre, lejjebb, hanem beugrik abba az al-al-al könyvtárba, amibe te parancsot adtál. Itt természetesen oda kell figyelni kiemelten, hogy az elgépelés nem túl egészséges, mert utána azt írja ki, hogy bocsi tesó, de ilyen könyvtár nincs, a kis és nagy betűkre figyeljetek. Azaz, például, hogyha én beszeretnék lépni a Dokumentum könyvtárba, és ott van egy olyan, hogy menetés, Magyar Linux Info, ezt bemásoltam, természetesen lehet terminálba is másolni, valamilyen szövegszerkesztőbe megírt akármiből, és akkor egy kényelmesebb, leírásoknál nagyon-nagyon kényelmes az, hogy egy parancsot bemásolt, de előtte azért jó lenne, hogyha hát úgy áttanulmányoznád, hogy mit csinál. Azaz CD, Home, Laci, Dokumentum, Mentés, Magyar Linux, Info könyvtárba be akarok lépni, mert ott valamit szeretnék csinálni. Opp! Itt valami igen, csak hülyeséget írt ki. Azt írja, hogy cd2.cd2.6.string.non.in.pvd, Home, Laci, Dokument, Mentés, Magyar. Isten bizony ott van az a könyvtár, gyerekek. Isten bizony ott van az a könyvtár. Na, most jön az, hogy felfele nyilacskát megnyomom, és Shift 1-es, egyes idézőjel, oda megyünk a home elé, tehát az elérési út legelejére, és megint beteszünk egy egyes idézőjelet. Ez egységbe foglalja a parancsodat. Jó, így is mondhatjuk, ez a legegyszerűbb. Egységbe foglalja, és nem úgy nézi, hogy home, oké, Laci, Dokumentum, Mentés, Magyar, és itt vége van, már space van, üres hely van, hanem ezt az egészet fogja értelmezni. Azaz, hogyha üres space van, vagy tabulátor van egy könyvtár nevében, vagy egyéb ilyen furcsaságok előszokott fordulni. Hát én is, ahogy látjátok, azért tördelem a Magyar Space Linux ilyen, hát előfordul, hogy ilyen könyvtár nevet adunk, az a 21. században azért ezt kezelni kell, ő úgy kezeli, hogy egy időzőjelbe kell beletenni, és akkor rögtön be is dob bennünk a Dokumentum, Mentés, Magyar Linux, Info könyvtárba, azaz a space, az üres helyeket így ki tudod cselezni. Nem mindegyik terminál, nem mindegyik shell kényes erre, de én azt mondom, hogy szokd meg, ha üres hely van, fura karakter van egy könyvtár névbe elérési útvonalba, akkor tedd be egyes, vagy máshol esetleg kettes időzőjelekbe, és akkor nem lesz probléma. Ez nagyon jó kis gondolat, kényelmes, bent vagyunk az adott könyvtárba. És hát azt hiszem, az előzőekbe megtanultuk, hogy hogyan megyünk vissza a főkönyvtárunkba, saját könyvtárunkba, CD beírásával, mesztelenül a CD beírásával visszadob a saját könyvtárunkba, és akkor megnézzük az előbb. Hát egy kicsit furának tartott, mert azt mondtam, hogy az LS-sel kilistáztam a főkönyvtáromat, a saját könyvtáromat. Hát nyilvánvalóan itt egy csomó olyan könyvtár hiányzik a listából. Hát a saját home könyvtáradat megnézed, hát ott ilyenek vannak, hogy .config alkönyvtár, vagy .local könyvtár, vagy akármi, meg egy csomó olyan fáj, ami ebben nem jelenik meg, és te tudod, hogy ott vannak. Miért? Mert ami ponttal kezdődik, az rejtett, azaz alapesetben nem jelenik meg. Nyilvánvalóan nem egy nagy trükk, LS beütésével és a beütésével a rejtett könyvtárak is megjelennek, LS kötőjel a, és akkor már látod, hogy szépen a pöttyel megjelenő dolgok is, a rejtett dolgok is megvannak, például a témákat tartalmazó rejtett könyvtár, vagy éppen az X-profil,
az is egy rejtett ponttal kezdődő. ZSHRC a ZSH-nak a konfigurációs fájlja, az bizony ott megjelenik, és már meg is találod, és esetlegesen szerkeszteni is tudod, ha már látod, beírod, hogy nano.zsh, tab, aztán kiválasztod azt, amelyiket szeretnéd. Ez egy fontos-fontos dolog. Itt szeretnék kitérni egy dologra, a nano.zsh, tab, és megkeresjük tabbal a zshrc-t, és leenterezem, és a nano meg is nyitja. Nagyon figyelj arra, hogy egy olyan speciális könyvtár rendszerünk van, vagy könyvtár megnevezésünk van, aminek a neve PAT útvonal. Ami ebbe a PAT útvonalba nincs felsorolva, azt a parancsot te automatikusan, beírással nem fogod tudni végrehajtani. Nem fogja tudni a rendszer, hogy azt a parancsot hol keresse. Azaz, a home könyvtáromba a bin könyvtár, az természetesen az én home könyvtáromba a bin könyvtár be van írva a PAT, azaz az elérési útvonal témakörbe, és a rendszer, hogyha beírok egy olyan parancsot, amit a szkripteket tartom én itt egyébként, a bin könyvtárba, amit én írtam, de nem a rendszerhez tartozik, amit nem találna meg automatikusan a Linux rendszerem, megadtam a padba az elérési utat, és utána természetesen, amiután ő megnézi a rendszerhez tartozó bin könyvtárba, egyéb könyvtárokba, hogy van-e ilyen parancs, akkor elkezdi utána megnézni, hogy a pat, oho, megadta ez az ember, hogy a home, azaz a saját Laci könyvtárába, hát a per bin könyvtárba is ő szokott valamiket tenni, nézzük meg, hogy ilyen nevű parancs van-e. Ezt mindenképp tudjátok, hogyha egy parancsot nem tudsz elindítani, egy scriptet nem tudsz elindítani terminálból, akkor vélhetően nincs az elérési útban az a könyvtár, hát bizony itt szerkeszted, és természetesen akárhányat be tudsz irogatni, és egyértelműen azután, terminál kikapcsolása, újraindítása után, van más mód is, de a kikapcsolás, bezárás és visszaindítás után természetesen már ő abba is fog keresni. Ez a dolog nem igazán tartozott hozzá a keressünk meg egy könyvtárat témához, de sokszor előfordult az, hogy egy parancs nem indult idézőjelbe, mert letöltötte, a letöltési mappába bent van, még adott is futtatási jogot, később beszélünk róla, ami az, hogy futtatási jog, és mégsem ment. Amikor abba a könyvtárból indította a parancsot, akkor ment, és utána átment egy másik könyvtárba, nem ment. Mi a szősz van? Azért, mert ha nincs az az adott könyvtár, amiben a parancs elhelyezkedik, bent a padba, nincs oda beírva abba a sorba, akkor azt nem találja meg a gép. Nincs hozzá neki térképe. Ott van a könyvtár, csak ő nem tudja, hogy parancsot kell abba keresni. Oké, előfordulhat az, hogy hát te nem ismered folyamatosan a könyvtár szerkezetet, de ez természetes, és léptetni szeretnél, akkor hogyan tudsz gyorsan dolgozni? Hogyan tudsz gyorsan dolgozni, hogy belépjen az adott alkönyvtárba és listázza ki? Természetesen erre is van megoldás. Hát első körben ismerjük az LS parancsot, ki fog neked listázni mindent. Azaz CD videókba belépünk, és hát gyorsan szeretnénk tudni, hogy abban milyen könyvtárok vannak. Megnyomjuk az Alt, a jobboldali Altot, meg a C betűt, amilyen ilyen és jeleket ad kétszer, és az LS-t, azaz megmondjuk, hogy lép be a videó könyvtárba, és ha ez a parancs gond nélkül lefutott, listázd azt ki. És látható, azonnal kilistázta, beléptünk a videó könyvtárba, és kilistázta az adott, hát LS parancsal azokat, amit az LS parancs
külön megadásával kilistázna, azaz parancsokat is tudsz így egymás után beírogatni. A lényeg, ez egy kényelmi funkció, hogy úgy tudod azt, hogy egymás után fűzhetsz parancsokat, és nem csak így, sokféleképp, de egymás után kényelmesen meg tudod tenni. Ami fontos, van két olyan jelzés, amit ismerni kell. Az egyiket már ismerjük, meg a másikat is ismerjük. Az egyik jelzés, ez a kis hullámvonal, az a te saját könyvtáradat jelöli, illetve van egy másik, hasonlóképpen a te könyvtáradat jelölő eszköz, majd erről, hogy ez micsoda, és mi az, hogy változó, beszélni fogunk, egy dollárjel és a home könyvtár jelzi a te saját könyvtáradat. Azaz, ha kis hullámjelet látsz, akkor az azt jelenti, hogy a te saját könyvtáradból kiinduló alkönyvtár, vagy természetesen a saját könyvtáradban, vagy hogy pedig egy leírásba azt látod, hogy home per akármi, majd később beszélünk erről is egy kicsit, akkor azt tud, hogy az a, oda behelyettesíti a rendszer azt a változót, hogy a te felhasználói home saját könyvtárad kerüljön oda abba a parancsorba. A legnagyobb hiba az, hogyha te nem tudod, hogy hol vagy a rendszerbe. Nyilvánvalóan kényelmi szempont az, hogy ideális lenne, ha ott nyílna meg a terminál, ahol te dolgozni akarsz. Általában ez úgy szokott működni, hogy van egy grafikus fájlkezelő, valljuk be, azért a grafikus fájlkezelőket nagyon kedveljük, gyorsan lehet vele dolgozni, és ritkább az, hogy terminálba szeretnénk mi bizony akármit csinálni, hiszen grafikus felület általában megy, meg is szoktuk. Az lenne a számomra az ideális, hogyha elindítok egy terminált ebben a szituációban, ebben a könyvtárban, a Laci Config Alacrity könyvtárba elindítanék egy terminált, hogy itt nyíljon meg, és ne úgy, ahogy az előbb a home könyvtáromba, hogyan tudom ezt megoldani. A legtöbb grafikus fájlkezelőbe nagyon kényelmes lehetőség van, hogy elindíthatsz kétféleképp, a legtöbbe kétféleképp, van ahol egyféleképp, úgyis, hogy terminál megnyitása, megkeresed a menüt, vagy gyors billentyűt a te kedvenc fájlkezelődbe, megkeresed az, hogy terminál megnyitása. Ez jellemzően megnyit egy terminált, és a terminálok általában a home könyvtárban nyillanak meg. Ez nem mindig kényelmes, hanem próbálj meg körbenézni, hogy a te fájlkezelőd tud-e olyat, hogy a terminál megnyitása itt, terminál megnyitása ebben a könyvtárban, vagy valamilyen szöveg van. Hát én nálam az adott Space FM fájlkezelő, ez a kedvenc fájlkezelőm, mert nem csak ennyi, hanem összesen 4 panelt is tud egyszerre kezelni, és az nagyon-nagyon kényelmes, szkriptesíthető, szóval nagyon jó kis cuccocska, és amikor az F4-et megnyomom, mit látunk? Ott nyillott meg az Alacrity könyvtárba, ahol voltam. Valljuk be! Kényelmes dolog, hogy ott nyílik meg, és azonnal tudunk dolgozni vele. A legtöbb fájlkezelőbe bent van, nem egy világ megváltó dolog, de gyorsítja a grafikus, illetve terminál munka közötti váltást. Kérdezem én, hogy hol dolgozik egy parancs? Hol adhatod ki a parancsot, és milyen összefüggés van a parancs kiadásának a helye, és annak az elvégzése között? 3-4 féle gondolat van. Az első, vannak olyan parancsok, és erről már volt szó, hogy bárhol kiadhatod. Erre nagyon figyelj. Például a rendszer frissítést akárhol, akármelyik könyvtárba kiadhatod, a legtöbb Linux rendszer alatt, azaz, hogyha én kiadom, hogy up-all parancs, az egy parancs, ami rendszert frissít nálam, és beírom a jelszavamat, lefut a frissítés, ez akárhol beírható, beírhattam volna a dokumentum könyvtárakba, vagy egyéb könyvtárakba, akárhol lefut, ugyanúgy fog lefutni, nézzük meg a CD dokumentum könyvtárba, lefuttathatom az up-all parancsomat,
Nézzük meg, ugyanúgy lefut, semmi egyéb nincs, nyilvánvalóan nem fog újra frissíteni, de lefutott. Azaz van egy csomó parancs, aminek a kiadási helye teljesen mindegy, semmi köze nincs hozzá. Vannak olyan parancsok, amiket azért jó lenne, hogy az adott könyvtárba tudatosan ad ki. Ilyenek például az RM, a SRED, vagy akármi olyan, ami például egy törlési parancs, vagy egy felülírási parancs, vagy egy mozgatási parancs, aminél fontos. Nyilvánvalóan a szokott példa szerint élnék a kuka könyvtárat, hogyha te kitörlöd, mert az a feladat, hogy megmutatom majd, hogyan kell törölni fájlokat, akkor az jó dolog. De ugyanezt a dokumentum könyvtárba kiadni nem túl jó dolog, hiszen egyértelműen kellemetlen lenne az összes dokumentumot, illetve az összes könyvtárat a dokumentum könyvtárba kigyilkolásznád, csak azért, mert véletlenül abba indítottad el. Azaz mindig tud, hogy hol. A másik gondolat, hogy nagyon-nagyon sok odalapozok, a legkényelmesebb az, hogy belépsz egy könyvtárba, és onnan elindítasz egy parancsot. Még egy szövegszerkesztői parancs is jó, hogyha abba a könyvtárba indítod el. De sok esetben kényelmesebb az, hogy megadod a parancsot és az elérési utat, és azt a fájlt az elérési út végén, vagy azt a könyvtárat az elérési út végén, amiben te a műveletet szeretnéd végrehajtani. Itt például a Nano parancsnál, az előbb használ Nano parancsnál nem lépkedtünk be a Home, Laci, Config, Alacrity könyvtárba, CD, 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 és utána nyitottuk meg Nano-val az Alacrity YM-et, hanem természetesen megadtuk az egész elérési utat. Erre is van lehetőséged, például, hogy RM kötőjel F, Home, Laci, Dokumentum, Mentés, csillag.bak, az összes mentési backup fájlomat leszeretném törölni, mert ezek már feleslegesek számomra, megadhatom bárhol, és el fog gyalogolni oda a parancs, az RMF parancs, és utána elvégzi abba a munka a könyvtárba. Erre figyeljünk, hogy hol vagyunk, vagy explicit, pontosan megadott elérési útvonalt használjunk ahhoz, hogy egy parancs, hol fusson le, hogy te melyiket használod, begyalogolsz mondjuk a Alacrity könyvtárba CD Home, laci.config, CD Alacrity, és kitörlöd a nem kívánt fájt például, vagy így megadod, hogy hát egy hosszabb elérés úttal megadod az elvégzendő célfáj vagy könyvtár nevét. Mindig tudjuk a prompba vagy a PVD parancssal szépen meg tudjuk jegyezni, hogy hol vagyunk, meg tudjuk nézni. Mindig tud, hogy ki vagy, milyen jogaid vannak, és hogy melyik könyvtárba hajtodik végre a parancsod. Sokszor volt róla szó. Láthattatok már egyes parancssorba, szkriptekbe egy pötty perjelet. Ez az adott könyvtárba végezd el azt a feladatot, amit kiadsz neki. Ez egy fontos dolog, vannak olyan parancsok, amik elvárják, illetve szkriptekbe sokszor használ dolog, hogy pont perrel jelezzük azt, hogy abba az adott könyvtárba, amibe vagy, csak ott és kizárólag ott végezz el a parancsot. Ez egy fontos jelzés, bár általában parancsorból ritkábban használjuk, de scriptbe nagyon fontos, a jelenlegi könyvtárba fog dolgozni, ahol éppen benne van, így biztosan nem lesz gond a elhelyezése, a helyel, és hát van, amelyik parancsnál azért jobb, hogyha megvan. Két olyan dolgot kell parancsorba, elérési útvonalba tudni, szokták emlegetni az abszolút elérési utat. Ez nem a Harry Potterbe az abszolút nevű hely, ahol a varázslóknak a egyéb dolgaik vannak, hanem abszolút elérési út mindig egy meghajtó főkönyvtárából kezdődik, és a keresett fájlhoz vagy könyvtárhoz vezető minden összes könyvtár nevét tartalmazza. Nézzük meg a dokumentum könyvtárnak mi az abszolút elérési
útvonala, a megnevezése PVD, enter, kérja, ez az. Főkönyvtárban van egy home könyvtár, a gyökér a root könyvtárban, abban van egy Laci nevű könyvtár, az az én saját könyvtárom, és abban van a dokumentum. Ez az abszolút elérési út. A relatív elérési útvonal az egy másik dolog hasonló, de használatakor, tehát az relatív elérési útvonal használatakor az útvonal megadását az aktuális könyvtárból kezdjük, és csak a további könyvtárak nevét soroljuk fel. Azaz, hogyha én azt mondom, hogy dokumentum könyvtárnak van egy alkönyvtára, a mentés, akkor én azt írom be, úgy mondom, hogy per mentes. Ez a abszolút helyett a relatív elérés út, hiszen megmondom, a dokumentum per mentes alkönyvtárban van valami. Ha pedig szeretném ennek a teljes elérési útvonalát, a abszolút elérési útvonalát, akkor belépek, például ez is egy megoldás, PVD-vel lekérdezem, és ez a hosszú. A relatív mindig rövidebb, de nem biztos, hogy jobb. Akkor, és ha van neked lehetőséged rá, érdemes a relatív út helyett az abszolútat megadni, a hosszabbat, mert az pontosabb, nincs bent tévedés. Nincs bent tévedés egy törlési parancsnál, egy könyvtár létrehozási parancsnál, egy másolási parancsnál, nincs bent tévedés, mert az megmondta, hogy a gyökértől hol, hova kell menni, és akkor nincs olyan, hogy valami eltéved. Használjuk, amikor lehet az abszolút elérési útvonalat. Szeretnénk könyvtárakat létrehozni. No hát, ennek örömére én CD, és létrehozok a saját könyvtáramba egy akármilyen elnevezésű könyvtárat, aminek legyen neve a teszt 1. Hogyan hozunk létre egy könyvtárat? MKDIR parancsol, MKDIR, és megadott, hogy ő éppen mi legyen, legyen a teszt 1 könyvtár, és enter. Semmi nem történt. Szerencsére okos, mert nem érje ki, hogyha nincs baj. Tehát nem fog neked őrült sok dolgot kérni. Na hát, ha baj van, akkor ki szokta írni a panaszát, sirámát, de ő egy kicsit olyan, hogy azt mondja, hogy hát persze, hát a MKD érte ezt egy, megvan az új könyvtár, hát én nem fogok neked itek írni, hogy jaj, tesókám, hát van egy új könyvtárat, örülj neki, hanem azt mondja, hogy nyilván a parancs lefutott, hiba nélkül, nincs mondandom. Lessük meg, hogy eles, és van-e teszt egy könyvtárunk, és van teszt könyvtárunk, és van teszt egy könyvtárunk. A teszt egy másra rendelt könyvtárunk, azaz van egy teszt egy könyvtárunk. Én azt mondom, hogy ezt tedd meg, hozz létre akárhon, ahol neked tetszik, meg ahol jogod van létrehozni könyvtárat, bizony egy teszt, vagy akármilyen könyvtárat, és abba próbálgass ki a dolgokat, ne véletlenül máshol, mert törlésről is beszélünk. Oké, azt mondjuk, hogy CD teszt, hát bizony van kettő, a teszt egybe szeretnénk tap-tappal belépni, teszt egy, és bent is vagyunk, hát látható, saját könyvtár per teszt egy. Oksi, több könyvtárat egyszerre létre tudsz hozni, MKDIR, és beírod, hogy egy, kettő, és puff. Mit csináltunk? Semmi olyasmit, ami panaszra adott volna okot. Lessük meg elessel, hogy megvan az egy-kettő könyvtár. Látható, pofon egyszerű. Mutatok egy másik megoldást is, az MKDIR és egyéb létrehozó parancsoknál. Olyat is tudsz csinálni, hogy beütöd ezt a két jelet, a kapcsolat zárójelet, egyébként a jobb alt és a B és N-nél vannak ezek, és az a feladat, hogy hozzunk létre olyan könyvtárat, ami A, B, C, D, E, F, G, H könyvtár. Hát ezt kézzel egyesével beírogatni, hát nehézkes, ezért lusta szerkesztői feladat az, hogy
A két pont, nem három pont, nem egy pont, A és H, úgy emlékszem, odáig kellett, és létre tudjuk hozni. MKD, semmi nem történt, nem hitt ki semmit, valószínű vagy teljesen hülye a parancs, és nem tud mit vele kezdeni, vagy pedig megleshetjük, hogy bizony A-tól H-ig készen van a könyvtárunk, azaz egy ilyen range-be, egy ilyen távolságba, egy ilyen A-tól Z-ig, vagy 1-től 5-ig, értitek ezeket a dolgokat, bizony létre tudsz hozni akár könyvtárat, akár későbbiekbe fájt. Azaz nagyon-nagyon-nagyon kényelmes. Azt is meg tudod tenni, a P szülő parent parancsal, mármint kapcsolóval, hogy nem a te saját könyvtáradba, amiben te most vagy, jelen pillanatban mi vagyunk a teszt egyes könyvtárba, hanem hosszabb alkönyvtár szerkezetet is létre tudsz hozni, tehát MK dir kötőjel P. És akkor lesz egy olyan könyvtárod, hogy alma per körte per akarmi. Remélem jól értem, akarmi teljesen jó. Eneter, szuper! Lessük meg, hogy sikerült-e. Alam, alma, hát alam, aha, lépjünk be a CD alamba. Alam, na, úgyni. És igen, van ilyen könyvtárunk, lessük meg, hogy van-e alkönyvtár. Ja, persze van ilyesmi. Na hát most figyeljetek, de nagyon figyeljetek. Én visszalépek ide. MKDIR kötőjel P, és eléje teszek egy perjelet. Logikus, hogy az ember így kezdi, mert a könyvtár szerkezet akárhogy lessük, bizony ilyen per jelekkel van elválasztva, és logikus lenne azzal kezdeni. Hát bizony próbáljuk meg ezt a könyvtárat így létrehozni, hogy alam, körte, akarami, akármi, és akkor oké, azt mondja MKD-r. Nem lehet a következő könyvtárat létrehozni per alam, engedély megtagadva. Atya Isten, a saját Laci könyvtáramban ez a hülye azt mondja, hogy nekem valamihez nincs engedélyem. Nem. Nem, mert ez micsoda? Egy abszolút, totális parancsorba megadott elérési út. Abszolút elérési úttá tetted azzal, hogy per jelet tettél eléje, azaz azt mondtad neki, hogy a fő gyökér könyvtárba hozzá létre egy alam nevű könyvtárat, ami elütés miatt alma akart lenni. Ő azt mondta, hogy aha, te Laci vagy, user vagy, nehogy már a főkönyvtárba akar létrehozni. Erre nagyon figyelj, ez nagyon sokszor előfordul, hogy bizony, ha egy könyvtárat létre akarsz hozni, és logikus, hát a könyvtárak között ott van a perjel, és mindenhol ott van a perjel, és sokszor még a lezáró, tehát a végére ide tett perjelet is elvárja egy-két program, amikor megadsz neki valamit, az elejére ne bígyezd oda, mert akkor ő azt gondolja, hogy a főkönyvtárba, a root könyvtárba, a gyökérkönyvtárba kellene valamit létrehozni, és az bizony nem kellemes, az nincs neked jogod. Oké, nem működik, nem ám, mert nem relatív, hanem abszolút megadás történt. Fájlokat hogyan tudsz létrehozni? Most bent vagyunk a teszt egy alam könyvtárba. Hozzunk létre pár darab sima szövegfájlot, és egyéb fájlt is létre tudsz hozni, aminek az a parancs, hogy touch. Ha valaki olvasta a blogomat, természetesen ismerős ez a parancs, hiszen a Schwab fáj elkészítésénél is öt kértük meg, hogy már csináljon nekünk egy fájt, megadjuk a nevét, hogy ATXT, oppá, történt valami, nem, biztos jó, de azért lessük meg elessel. Ott van az ATXT fájl. Itt is van neked lehetőséged természetesen arra, hogy több fájlt egymás után megadjál. BTXT. Mindig legyen kiterjesztése, bár
általában nem elvárás a olvasathoz, hogy kiterjesztése legyen egy fájlnak, de ha nem adsz meg egy kiterjesztést, és van egy olyan könyvtárad, próbáld ki. Csinálj ebbe a könyvtárba, alkönyvtárba egy A alkönyvtárat. Az a neve, hogy kis A betű. Majd utána próbálj meg csinálni egy A kiterjesztés nélküli üres fájlt. Hát azt mondja, hogy bocsi, de ez már foglalt, légy szíves már egy kicsit odafigyelni, miért még egyet akarsz, vagy ez egy könyvtár, hát most mi az össz van, próbáld ki. Miért? Mert a puding próbálja a megevés. És úgy tanulunk, ha kipróbáljuk, oké, lessünk bele, és ott vannak az adott fájlok, ami számunkra fontos. És itt is meg tudod tenni, hogy két pötty, öt, és figyeljünk a kiterjesztése, txt. És valószínűleg nem csináltunk nagy hülyeséget, nem siránkozott, és ott van az 1, 2, 3, 4, 5, txt. Szuper, igaz? Fájlokat rettentő gyorsan összetudunk hozni. Miért? Mert természetesen az a legegyszerűbb, hogy parancsorból hasokat kell létrehozni, akkor így létre tudunk hozni, könyvtárakat is létre tudunk hozni. Oké, egy táblatörlés után próbálkozzunk meg a 1txt-t áttenni a Körte nevű almappánkba. Nézzük meg, hogy valóban vannak-e ilyen eles. Van egy txt nevű fájlunk, amit ide a Körte mappába beleszeretnénk gyömöszölni. Erre a cp parancsa megfelelő cp1 txt, és a Körtébe szeretném beletenni, és akkor enter, belépünk a Körtébe, és lessük meg ls-sel, és ott van az 1txt. Ennyi. A cp használata, ez a másolás parancs, mit, hova szeretnénk másolni. Ha olyan van, hogy egy másik könyvtárban van a másolandó fájl, és egy másik könyvtárban szeretnéd másolni, tehát nem ilyen alkönyvtárban belerakom, aztán nagyon jó, akkor természetesen az egész elérési utat, a relatív út helyett, ahogy az előbb megadtuk relatív, hogy Körte alattunk van, és abban legyen szíves már belegyömöszönni, az abszolút elérési utat kell begépelni. Erre nagyon figyelj. Hát ez egy picit hosszadalmasabb, és hát kényelmetlenebbnek tűnő, de igazából érdemes megjegyezni ezt a dolgot. Ha nem ilyen egyszerű másolás van, akkor mind a kettőnél, ha szükséges, az abszolút elérési utat be kell másolni. Természetesen, ha innéd az 1txt-t át szeretném másolni a videók könyvtárba, akkor az elérési utat az 1txt-nél nem kell megadni, de igen, a videók könyvtárnak a teljes elérési útját meg kell adni, azaz úgy adom meg, hogy cp 1.txt, mert ebben a könyvtárban ottan van az egy darab txt, és meg kell adni, hogy Home, Laci, videók, és utána Entert nyomni. Könyvtárak rekurzív másolása, egész könyvtár másolására is van itt lehetőség, ami egy nagyon-nagyon kényelmes dolog. Lépjünk föl egy könyvtárat, és nézzük meg, milyen könyvtárak vannak. LS, és van itt egy Körte könyvtárunk. Hozzunk létre egy másik könyvtárat, MKDIR, és ennek a neve lesz az IDE. Oké, megnézzük, hogy megvan-e. Megvan-e természetesen. Azt szeretném, hogy a Körte könyvtárat bemásoljuk az IDE könyvtárba. Ez a CP kötőjel Nagyer Körte. Odafigyelünk, és az IDE könyvtárba menjen. Ennyi. Lépjünk be a CD parancsal az IDE könyvtárba, és lessük meg, hogy mi van ott. Ott a könyvtárunk, a Körte könyvtárunk. Nézzük meg, hogy nem csak a nevét másolta le, hanem az egészet,
és LS, és ott van az 1TXT, és ott van az akármi alkönyvtár, tehát könyvtárakat is tudunk másolni. Itt is igaz, hogyha nem az adott könyvtárba vagy, és a nem az adott könyvtárba lévő alkönyvtárakba szeretnél másolni, akkor mind a kettőnek elérési útvonalát meg kell adni, mert különben nem tudja, hogy milyen könyvtárakat szeretnél te hova másolni. Ami nagyon fontos, és talán az egyik legfontosabb kapcsolója sok parancsnak, kötőjel I. Hogyha véletlenül CP-vel másolsz valamit, előfordulhat az, hogy az a file név már szerepel ott. A CP minden kérdés nélkül felül fogja írni neked az adott fájl. Tehát, hogyha ebbe a könyvtárba, amiben vagyunk, a Körte könyvtárba, még egyszer be akarok másolni egy 1TXT nevű fájlt, az esetek nagy részében, ez függ a Shell-től, a Shell beállításától, illetve egyéb dolgoktól is, ezt az 1TXT nevű fájlt kérdés nélkül felülírja, azaz a tartalma elveszik. Erre iszonyatosan figyeljetek, hogy ha nagyobb könyvtár mennyiséget mozgatsz, vagy úgy ismertebb fáj neveket használsz, munka 1, munka 2, munka 3, hát ilyen neveket szoktak adni a munkáiknak az emberek, és esetleg a munka 1 TXT, vagy 600-szor szerepel a könyvtáraiba, itt ott aztán másolgatja a könyvtárakat, szó nélkül fölül fogja írni, és a fölülírt fájnak a tartalma elveszik. Míg egy törölt fájt vissza tudsz állítani, egy felülírt fájt nem. Azaz, ha te nagyobb könyvtárakat másolsz, akkor ezt írod be, hogy CP kötőjel R, rekurzív az összes alkönyvtárat már másold át oda, amit én megadok, ahova kell, és I. Ez az I betű egy nagyon-nagyon fontos dolog, és utána megadod a mit, hova, és akkor már te szépen dolgozhatsz, és majd megerősítést kér, amikor ő úgy gondolja, figyelj rá, nem minden esetben akarsz te automatikusan felülírni valamit, vagy nem biztos, hogy te jól emlékszel, hogy a munka 1 könyvtárat, ha a munka 15 könyvtára rámásolod, abban nincs ugyanolyan nevű fájl, nem fog ő törődni veled, a kínoddal, a búbánatoddal, hogy esetleg egy heti munkát elvesztesz, esetleg a felülírás miatt, erre nagyon-nagyon figyelj. A következő gondolat természetesen az, hogy nem csak másolni szeretnénk, mert a másolás természetesen másolás, azaz a másolásnál az eredeti könyvtár is megmarad, vagy az eredeti fájl is megmarad, és az neked nem biztos, hogy jó, hiszen láthatod az 1TXT másolás az eredeti megtartásával történik. Van egy MV nevű parancs. Az MV mozgatási parancs, erre nagyon figyelj, mozgatás és átnevezés, és a szintaktikája ugyanaz. Azaz, ha beírod, hogy MV 1TXT, ide, akkor át fogja mozgatni, és akkor lessük meg azt, hogy az egyes innét, az egyes eltűnt, berakta az ide könyvtáradba. Az MV, tehát a mozgatási parancs nem csak erre való, hanem MV 2TXT új TXT. Nézzük meg, mi történik. Ugyanazba a könyvtárba fogunk dolgozni, és lessük meg, hogy mi van. A kettes eltűnt, és átnevezte új TXT-vé. Könyvtárakkal is ugyanúgy fog ez működni. Egyértelmű, ha nem az adott könyvtárba, adott könyvtár alkönyvtáraiban mozgat, teljes elérési utat, azaz az abszolút elérési utat meg kell adni. Logikus, és itt is használhatod az I kapcsolót, ha bizonytalan vagy, hiszen egyértelműen kellemetlen lenne, hogyha átmozgatsz valamit valamire, és ott felülírás történik. A törlési parancs az RM, remove parancs, RM 3, pöty, TXT. Aztán ez nem fog senkinek nagy meglepit okozni, a 3 TXT eltűnt. Igen ám,
De én azt gondolom, hogy az összes TXT fight kitörlöm, mert az igazából nekem nem kell. Joker karaktert, csillag karaktert fogok használni. Erre nagyon-nagyon figyeljünk, vannak ilyen helyettesítő karakterek, amik például ez erre nagyon figyel, jó, mert az RM, csillag, TXT az összes olyan TXT fight eltünteti, amire igaz. És a csillag azt jelenti, hogy mindenre bármit tartalmazó előtagú nevű TXT fight eltüntessen. Hát azért ez egy komoly teendő, hogyha a dokumentum könyvtáradban van 500 doksi, meg 500 PDF, beírod, hogy RM, csillag, PDF, az 500 PDF-et eltűnik. Itt is természetesen az, hogyha nem az adott könyvtárba szeretnéd törölgetni, akkor a teljes elérési utat is meg kell adni. Például, hogyha RM ide összes fájt törölje, akkor megkérdezi, hogy hát valóban akarod az összes fájt törölni az ide könyvtárba, megadtam az elérési útvonalát, vagy hát legalábbis a relatív elérési útvonalát, ő azért ésszel kírja, hogy te a Home Laci teszt egy alam könyvtárba akarsz-e törölgetni? Igen. Ez nem minden esetben fog működni, és elég okos volt ő arra, hogy az RM parancsot ezzel a beállítással bizony csak fájlokra alkalmazza, és ami könyvtár, az bizony, az nem kerül törlésre. Erre nagyon figyelj! RM-mel nem fogsz tudni könyvtárat törölni ezzel a beállítással. Én most mutatok egy másik parancsot is, de létrehozok TOS MTXT fájt, hogy legyen, megnézzük, hogy sikeres volt. Igen, ez az előző törlés visszaállítható. Elég macerás, de visszaállítható. Van egy olyan parancs, hogy shred, megadjuk az U kapcsolat, természetesen az összes parancs, amiről beszéltünk, a helpet, a manot el lehet olvasni, én csak úgy általánosságban az érdekesebb, alapvetőbb dolgokat megmutatom. A shreddel kitörölt cucc az jó eséllyel visszaállíthatatlan, MTXT, és rákattintunk, és megnézzük, hogy LS, és nincs is már ott az MTXT. Nem lehet visszaállítani, ez igazából nagyon kemény alapparancs egyébként, mag parancs, tehát bent van a Linuxodban a shred parancs, és használd is. Írtam róla egy cikket, ez véglegesen töröl minden. A könyvtár törlése úgy történik, hogy első körben én létrehozok egy könyvtárat, MKDRT lesz a neve, és kitörlöm, az MK csinálj, az RM törlő parancs, RM dir, és T. Oké, kitöröltem, és meglessük, hogy valóban kitörlődötte. Játszunk tovább. Töröljük ki az ide könyvtárat is. RM, remove, dir, és ide. Atya ég! Hát, azt mondta az előbb még működött, de okos. Az RMDR nem a könyvtár törlésére való pontosan, hanem az üres könyvtár törlésére való parancs. Azaz az RMDR-rel nem fogsz tudni olyan könyvtárat törölni, amiben valami van. Ez nagyon-nagyon jó meglátása volt, aki kitalálta, hiszen olyan könyvtárakat nem tudunk kivégezni, amelyekben van valami, tehát még véletlenül sem tudsz valamit ténylegesen eltüntetni, max az üres könyvtárat, aminek csak egy neve van, és nincs benne semmi, azt vissza tudod állítani, ez nagyon-nagyon fontos. Hogyan törlünk ki egy olyan könyvtárat, és ezre azért odafigyelj, hogy hát miket írogatsz be, hogy amiben van valami, az egész szubehőrt szeretnéd eltüntetni, mert nincs rá szükséged, RM, megnyomod az RF kapcsolót, kötőjel RF, és a könyvtár nevét, és hát itt a ide könyvtárat töröltük volna ki, és az előbb nem ment, és kitörlődött. Hát, nézzük meg, lessük meg, eles.
Igen, kitörlődött, figyelj erre! Még viccből se okoskodjál olyat, hogy az RM, kötőjel RF parancsot kiadod, mondjuk a dokumentum könyvtáradra, vagy a home könyvtáradra, mert elkezd törőgetni. És amit ér, ami ezt neked jogod van kitörölni, azt ő ki fogja törölni könyvtár szinten, alkönyvtár szinten is. Tehát el tudsz tüntetni annyi mennyiségű adatot, ami az adott, megadott könyvtár alatt van. Itt is természetesen oda kell figyelni arra, hogyha nem az alkönyvtárat, amiben vagy könyvtár, annak az alkönyvtárát törlöd, akkor a teljes elérési utat megadhatod, tehát az elérési utat meg kell adni. RM, kötőjel, RF, RMF, nézzük meg, melyik könyvtárat szeretnénk kitörölni. Kényelmesebb, mint beírogatni, de azért ezzel a lapozgatással figyelj, per, ennek milyen alkönyvtára van, van olyan, hogy kettő, és ezt szépen ki akarjuk törölni, és akkor enter, és nézzük meg, hogy működött-e CD, test 1, és lessük meg, és a kettő nevű alkönyvtár, amit létrehoztunk, ki is törlődött. Érdemes megbizonyosodni róla, hogy hát megtörtént-e ténylegesen, mert elírhatsz valamit. Itt is figyelj arra, hogy itt nincs perteszt, tehát gyakorlatilag a kitörlési parancsoknál is figyelj arra, hogyha perrel kezdenéd a elérési út megadását, ő úgy gondolná, hogy a főkönyvtárból indul. Megadhatod, hogy per, home, per, Laci, per, teszt 1, de azért figyeljünk arra, hogy naturba, ha ide kipróbálhatjuk egyébként. Egy ilyen mit fog kérni? Semmit nem fog kérni, mert ő nem fog tudni abba a könyvtárba törölni, illetve nincs ilyen könyvtárunk. Két olyan dolgot érdemes megjegyezni, az RM kötőjel VRF, ez vizuálisan is kírja a törlést, tehát folyamatosan kírja, hogy melyik könyvtárakat törli, vagy szeretné törölni. Én az összes könyvtárat a teszt 1-be ki szeretném töröltetni, és valóban kírja, hogy az összes fájt, az összes könyvtárat kitörölje, igen, és akkor a könyvtár törölve, B könyvtár törölve, egy könyvtár törölve, tehát így szépen kírja egymás után. Arra nagyon figyelj, nem mindegyik shell van úgy beállítva, hogy rákérdezzen az ilyen tömeges törlésre, ezért mindenképp érdemes megjegyezni, hogy egy törlési parancsot mindenképp vissza lehet vonni, és ezért hoztuk létre a teszt egy könyvtárat, hogy abban aztán nyugodtan törölgethetünk akármit, mert az a tesztelésre játszadozással létrehozott könyvtár és nagy balhét nem csináltunk, azaz mindenképp gondolj arra, hogy ez egy fontos dolog, hogy pontosan odafigyelve kérjél megerősítést az első időbe. Hogyan? Hát erről már volt szó. RM I. Az előző parancsokhoz hozzátéve akármelyikekhez, az RF vagy akármihez, hozzátéve a kötőjel I kapcsolat megerősítést fog kérni, és az biztosabban megerősítés, mint itt az ESH ezen speciális beállítása. Oké? Ez nagyon-nagyon fontos. Ugyanezeket természetesen el tudod végezni mondjuk a MC-vel is, MC programmal is, hiszen ott is megtalálod azt, hogy új könyvtár létrehozása, teszt egybe egy új könyvtárat az F7-tel létre tudunk hozni, KL lesz, létre tudod hozni, az F8-al ki fogod törölni, rá fog kérdezni. Természetesen kitörlőd, léptetsz egyel följebb, F8 ki tudod törölni, tehát nagyon kényelmes az, hogyha az MC-t felteszed, ennek ellenére, hogy ezzel villámgyorsan meg tudtunk egy csomó mindent csinálni, ennek ellenére én azt mondom, hogy az RM, MKDIR, egyéb ilyen parancsot, amivel foglalkoztunk, CD parancsot, LS parancsot, PVD parancsot, próbáld ki, mert hogyha véletlenül olyan gép elé ülsz le, hogy nincs fent az MC,
vagy egyéb fájkezelő és terminálba kell dolgoznod, tömegesen kell dolgoznod, azért a skriptesítéshez, a tömeges munkához, az egyszerű és hatékony munkához természetesen a parancsoros parancsok, egyszerű alapparancsok ismerete nagyon fontos. Oké, köszi szépen, hogy meghallgattatok. Egy kicsit hosszú lett, hosszabb lett, mint amennyire én gondoltam, de gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy ezeket a parancsokat ismerni kell, és hát be kell gyakorolni, és menjetek végig a videóval párhuzamosan a parancs megpróbálása, kipróbálása, megcsinálása, mert nem elég egy leírást elolvasni, kismillió leírás van, de dolgozni ezekkel a dolgokkal, ezekkel a parancsokkal csak úgy fog menni hatékonyan, ha be is gyakorolod. Köszi szépen, sziasztok!